Sziasztok könyvrajongók, Csaba vagyok, ez itt a könyvelem, és a mai videóban a januári olvasmányaimról fogok beszélni. Januárban, csak úgy, mint tavaly decemberben 8 könyvet olvastam el, ezzel teljesen elégedett vagyok, hiszen ez heti 2 könyvet jelent, ami talán elég lesz így ahhoz, hogy idén elolvassam a 100 könyvet, ezt tűztem ki egyébként célul 2021-re. Tavaly ugye 144 könyvet olvastam el, de az egy picit a karantén miatt is más volt, illetve azóta elkezdtem videózni, és látom, hogy mi az az idő, amit olvasásra is fordíthatnék, de ugye a videózásra is kell időt szakítanom, vágásra, illetve a közösségi média felületeken egy picit aktívkodni, úgyhogy az abból veszel időt, az évi 100 könyv talán összejöhet, ha tartom ezt a havi 8-at. Összesen 2296 oldalt olvastam, ami kevesebb, mint a decemberi összoldalszám, de rövidebb könyveket választottam, mondjuk most nem volt benne olyan mesekönyv, mint ami a decemberiben, itt tudjátok megnézni azt a havi összegző videómat, és nézzük, hogy zsáner szerint milyen könyveket válogattam erre a hónapra magamnak. Először elolvastam egy önsegítő pszichológiai könyvet, utána egy ifjúsági ismeretterjesztő könyvet, majd következett egy sci-fi thriller, utána egy krimi thriller, majd jött egy tudományos ismeretterjesztő könyv, egy klasszikus ifjúsági regény, majd egy családtörténet, és végül egy lélektani regénnyel zártam a hónapot. Összesen 4 olyan könyvet olvastam el, amit a decemberi beszerzéseim során gyűjtöttem be a magánkönyvtáramba, a decemberi könyves vásárlásaimról, a kosárba vele videót ide belinkelem nektek, ott láthatjátok, hogy melyik könyvet honnan gyűjtöttem be. Az első könyv, amit olvastam az évben, az Edith Éva Éger az Ajándék című kötete. Ez a könyv hozzásegített ahhoz, hogy úgy indítsam el ezt az évet, hogy kapjak valami pluszt, legyen valami kis löket ehhez a karanténos időszakhoz, amit még itt ki kell bírnunk addig, amíg mindenki meg nem kapja a vakcinát, és szabadon nem mozoghatunk. Tehát kellett valami lelki feltöltődés nekem, ami erőt ad, ami az egész évet úgy indítja el, hogy pozitívan, életigenlően. Erre ez a kötet remek volt. 12 fejezetben 12 kulcsot ad a kezünkbe az írónő, aki egy zsidó-magyar származású hölgy, egyébként 93 éves, és Amerikában pszichológusként mai napig is tevékenykedik és előadásokat tart. A Döntés című könyve bejárta a világot, és rávette még a kiadója, hogy írjon még egy könyvet, örvendeztesse meg az olvasóit ezzel a történettel, amiben ismét kapunk olyan történeteket, amelyeket a terápiái során ismert meg. Ezek néha sokkolóak, néha zavarba ejtőek, néha megmosolyogtatóak, vannak közte saját története is, a saját családján belüli történetek is, a saját története is, de ez már nem az auschwitzi borzalmakat taglalja, hanem inkább egy teljesen általános módon próbál segíteni. Kulcsokat ad tehát a kezünkbe arról, hogy hogyan ne szorongjunk, hogyan ne legyünk önfeláldozóak, és sorolhatnám még a témákat. Megpróbáltam tényleg úgy olvasni ezt a könyvet nyitott szívvel, nyitott lélekkel, hogy be tudjak fogadni minél többet azokból a jó tanácsokból, amiket összegyűjtött ebbe a könyvbe Edith Éva Éger. Cetlizhettem is volna, nem tettem meg, mert úgy gondoltam, hogy úgy is le fogom venni még év során nagyon sokszor a polcomról ezt a könyvet. Nagyon örülök, hogy megvettem, és örömmel fogom tovább örökíteni a családon belül, és kölcsönadni bárkinek, aki szeretné ezt olvasni. Természetesen a Mojon 5 csillagot adtam erre a könyvre. A következő könyv, amit szintén a decemberi könyves beszerzéseim között láthattatok, az Maim Bialiktől a Felnőni című ifjúsági ismeretterjesztő könyv. Először én azt gondoltam, hogy ez a könyv, ez egy humoros, jópofa, vicces, lányos történeteket taglaló kötet lesz,
Hát nagyon félrement. Nem olvastam róla előzetesen, mert tényleg vakon vettem meg maga Maim személye miatt. Korábbi kosaras videómban már beszéltem róla, hogy ő miért volt a látókörömben, és ugye az Agymenők című sorozatban 2010-től 2019-ig Amy karakterét játszotta, tehát nagyon sokan megismerték az ő arcát, és már ez a sokadik könyve egyébként, talán ez a harmadik könyve, ha jól tudom, két könyvet írt egy társszerzővel, ez az első igazán önálló kötete, és ezen kívül jelent még meg egy negyedik is, mindjárt arról is fogok beszélni, de most előbb erről a könyvről, ami egy kamaszlányoknak szóló útmutató kis lexikon, teljesen körbe járja azokat a témákat, amik egy 10-14 éves lány fejében megfordulhatnak, és amik foglalkoztatják őket. Itt beszélhetek tényleg arról, hogy hogyan változik a testünk, hogyan változik a pszichénk, hogyan viszonyulunk a kortársainkhoz, a szüleinkhez, a saját testünkhöz, hogyan kezdik felfedezni a lányok a fiú kortársaikat, a randizásról, a szexualitásról, a menstruációról, a különféle lelki és testi megbetegedésekről, a jövőképről, a továbbtanulásról, sorolhatnám. Tehát minden olyan téma ebben a könyvben helyet kapott, ami elkerülhetetlen egy fiatal lány számára. Az, hogy ki mikor van kész erre a könyvre, 10-14 éves kor között, az szerintem teljesen egyéni. Azt gondolom, hogy egy jó szülő, az ha megveszi ezt a könyvet, akkor előtte elolvassa, és maga eldönti, hogy az ő gyermeke mikor melyik fejezetre van készen, vagy esetleg együtt dolgozzák fel, együtt olvassák el, megbeszélik az adott fejezeteket, mi az, ami még magyarázatra szorul esetleg, mert hogy ez egy jó mankó, ez egy jó kiindulási pont, tényleg rendkívül részletes és sok témát taglal, úgyhogy én biztos, hogy a lányom kezébe fogom adni. Amikor rákerestem erre a könyvre az interneten, akkor botlottam bele abba, hogy nem csak lányoknak írt könyvet Maim, hanem fiúknak is, tehát a Girling Up mellett megjelent a Boeing Up című könyv is. A Girling Up egyébként a felnőni 2017-es, a fiúknak szóló könyv pedig 2018-as, úgyhogy bízom benne, hogyha ezt a könyvet a Kolibri kiadó kiadta, a lányos verziót, akkor talán ki fogja adni a fiús verziót is, nagyon remélem és nagyon várom, tényleg kíváncsi vagyok rá, és biztos, hogy azt is meg fogom venni, mert én nagyon elégedett voltam ezzel a könyvvel, tudom ajánlani tényleg minden gyakorló szülőnek, és örülök, hogy a polcomon van, úgyhogy 5 csillagot kapott tőlem a Mojon. A következő kötetről nem beszélnék részletesebben, mert már készült róla videó a csatornámon, ez nem más, mint G.P. Delaney-től a Tökéletes feleség. G.P. Delaney 3 könyvéről készítettem el a videómat, és a végén beszéltem erről a legutóbbi kötetéről, ami tavaly év végén jelent meg a Maxim kiadó gondozásában. 4,5 csillagot adtam neki Mojon. A videóban elmondom, hogy mi az, ami kevésbé tetszett ezzel kapcsolatban, viszont egy jó kis thriller, érdekes történettel, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor azt a videómat csekkoljátok. A következő könyv, amit a hónapban olvastam, az René Denfeld Hol vagy Madison Culver című könyve volt, melyet Tamarával olvastam közösen a Faltól Falig könyvesvlog csatornáról. Én írtam rá Tamarára az elmúlt hónapban, mikor megláttam az egyik videójában, hogy megszerezte ezt a könyvet, és hamarosan szeretné elolvasni. Tényleg gyönyörű a borítója, én is rácsodálkoztam egyébként a könyvesboltban. Végül e-book formában olvastam el ezt a könyvet, így tudtam leggyorsabban megszerezni, úgyhogy el tudtuk kezdeni a közös olvasást Tamarával. Kicsit aggódott, hogy majd nem tudunk együtt haladni, és ő még nem csinált hasonlót, de én rábeszéltem, hogy nem baj, menet közben meg tudjuk beszélni a könyvvel kapcsolatos impulzusainkat, és hogy jó lesz az, hogyha valamit nem úgy tudunk értelmezni, akkor megvitathatjuk menet közben. Azért ez egy krimi thrillernél szerintem különösen jó tud lenni, együtt gondolkodunk, együtt nyomozunk, együtt próbáljuk kitalálni, hogy mi lehet a végkifejlet. Nézzétek meg Tamara videóját, belinkelem ide, ő már elkészítette a januári összegzőjét, amiben beszél erről a könyvről, nagyon részletesen, és nagyon jól elmondja, hogy mik azok a dolgok, amiket erről a könyvről tudni kell. Én próbálok olyan dolgokat említeni, amiket ő a saját videójában nem tett meg. Nagy vonalakban azért a történetet el kell, hogy mondjam ahhoz, hogy megértsétek. Ez egy olyan krimi thriller, ami
Hát picit más, mint amit én eddig olvastam, picit líraibb a szövegezése, picit mesélősebb az egésznek a hangulata. A mese, mint momentum egyébként megjelenik a könyvben, ugyanis Madison Culver egy 5 éves korú kislány, aki a szüleivel Oregonban lakik, és elmennek karácsonyfának való fenyőfát vágni a közeli erdőbe, ahol a kislány eltűnik. Eltelik 3 év, és a kislányt még mindig nem találják, a szülők kétségbe vannak esve, és nagyon keresik, és felbérelik Naomit, a nyomozó nőt, aki már több eltűnt gyereket is felkutatott az államban. Naomi történetét megismerjük, ő is egy elveszett gyerek volt, pontosan nem körvonalazódnak ennek a dolognak a részletei, emiatt is gondoltam azt, hogy ez egy sorozatnak tűnhet ez a könyv, és talán ez a sorozat első része lesz, aminek lesz valamilyen folytatása, és ez a gyanúm egyébként beigazolódott, de mindjárt erről majd később beszélek. Szóval Naomi az, aki segít megkeresni Madison Culvert. Nem spoiler az, hogyha elmondom, hogy az első pillanattól látjuk, hogy mi van a kislányal, tudjuk, hogy hova került, tudjuk, hogy él, tehát bizakodhatunk abban, hogy majd előkerül, és minden jóra fordul. Hát igen, 3 év után azért elég nehéz ezt így elképzelni, hogy majd minden rendben lesz. Szóval megtudjuk, hogy hova kerül a kislány, és aki molyan esetleg rákattintott már ennek a könyvnek a fülszövegére, illetve látta a címkéit, az pontosan tudja, hogy gyermekbántalmazás és pedofília is felmerül, mint téma ebben a könyvben, úgyhogy ez nem egy sablonos thriller, és nem egy olyan tipikus nyomozós könyv, inkább hangulatokat kapunk, inkább különféle lélektani folyamatokat követhetünk végig, és maga a nyomozás, illetve a végkifejlet az nem annyira krimiszerű, nem annyira megdöbbentő. Persze vannak benne sokkoló részek, és vannak benne olyan csavarok, amikre én sem számítottam volna. Vannak benne lezáratlan szálak, tehát maradtak benne lezáratlan szálak, amikre én azért gondoltam, hogy esetleg folytathatja az írónő ezt a sorozatot, mert Naomi, a nyomozónő nővéréről is kiderülnek dolgok, hogy ő is eltűnt, és mi lehet vele, és ránkerestem az interneten, és Goodreads-en futottam egyébként bele, hogy bizony van egy folytatása már ennek a könyvnek, és Naomi a testvérét keresi abban a részben, úgyhogy ez talán magyarázat arra, hogy miért vannak a lezáratlan szálak ebben a könyvben, illetve az, hogy Naominak egy picit a magánéletébe is belátunk, az a szerelmi szál se nekem, se Tamarának nem igazán tetszett, bejött egy másik eltűnt gyermeknek is a szála, ami szintén olyan kicsit fölösleges és időhúzósnak tűnt számomra, úgyhogy én nem voltam annyira megelégedve ezzel a könyvvel, mint Tamara, én 4 csillagot adtam rá a Mojon, minden esetre várom a folytatást, szívesen elolvasnám. És akkor most csak néhány megjegyzést olvasnék föl abból a beszélgetésből, amit Tamarával folytattam, miközben olvastuk együtt a könyvet, hogy én miket üzentem neki Instagramon. Értem, hogy nem vagyok elájulva eddig, nem váltott ki belőlem semmit, inkább lélektani, mint krimi, kicsit felszínesnek éreztem, viszont azt írtam, hogy nagyon olvasmányos a stílusa, ez így igaz. Érdekesnek tartom a múltbeli szálat, tehát Naomi gyerekkorára való utalás ez. Itt van egy rész, ahol sokkolódtunk a pedofília miatt, illetve a gyerekbántalmazás miatt. Egy picit itt mind a ketten kiborultunk. Kicsit haragudtam a címére. Azt írtam Tamarának, hogy nem is igazán Madisonról szól ez a könyv, mert hogy annyi a mellékszál és annyi plusz dolog bejön, hogy miért ez lett a címe. Tehát ugye az eredeti címe az a The Child Finder, vagyis a gyerek megtaláló. Tehát igazából Naomi a főszereplője ennek a könyvnek, és nem annyira Madison, de no mindegy. Naomit nem tartom eléggé jó karakteresnek, ezt egyébként Tamara is elmondta a videójában, hogy nem igazán ismertük meg jól a személyiségét Naominak, jobban kellett volna egy picit árnyalni azt. Mind a ketten azt írtuk, hogy Madison szála nagyon erős, tehát az ő történet szála, amikor látjuk, hogy a kislány milyen helyzetbe került az eltűnése után, az tényleg borzasztó erős. Van benne ugye egy kis romantika, egy kis thriller, egy kis lélektani, egy kis krimi, kicsit lehet, hogy sok is már ez a sok műfaj egy könyvön belül, ami ráadásul nem is túl hosszú, mert röpke 300 oldalról beszélünk.
Az utolsó harmadát a könyvnek már egyhuzamban olvastam el, és itt is azt írtam egyébként Tamarának, hogy sok volt a függőben maradt dolog. Kicsit kiszámíthatónak íraztam a végét, viszont azt írtam, hogy a hangulat nem volt rossz, és a stílus is tetszett, és olvasmányos volt a könyv, de én sokszor untam. Ezt írtam Tamarának, nem mindig haladt a történet, néha vontatottnak éreztem, és hogy én az alapsztorit azt három összetett mondatban el tudnám mondani. Ez egyébként igaz, de közben meg azt gondolom, hogy nem volt ez egy rossz olvasmány, nem volt ez egy rossz könyv. Kicsit ötletesebbet vártam a történet végétől, szóval valahogy nagyobb csavart vártam, teljesen, hogy úgy mondjam, sablonos lett a vége, de... Tegyetek egy próbát vele, és aztán kíváncsi vagyok, hogy kinek mi lesz a véleménye. Hát majd írjátok meg kommentben esetleg. René Denfeldnek az első regénye az Elvarázsoltak, Fruzsi egyik kedvence. Fruzsi csatornáját és videóját belinkelem nektek ide. Nézzétek meg azt a videót, amiben arról a könyvről beszél, ugyanis René Denfeld egy nyomozó, aki a halálsoron dolgozik, és az elítélteknek az ügyeivel foglalkozik. Tehát nem akármilyen élete lehet ennek az írónőnek, és nagyon kíváncsi lennék arra a könyvre is, úgyhogy biztos, hogy sort fogok majd keríteni rá a jövőben, és meglátjuk, hogy milyen lesz a kapcsolatom ezzel az ausztrál írónővel. A következő könyv, amit a hónapban olvastam, az David Attenborough-tól, az Egy élet a bolygónkon, ami a 94 éves természettudós, filmes és világutazó könyve, amihez egy Netflixes film is kapcsolódik, tavaly október óta látható a Netflixen, és én miután láttam a filmet, mindenképpen el akartam olvasni a könyvet, hiszen a könyv sokkal bővebb, a film képi világa már akkor lenyűgözött, és nyilván kíváncsi voltam egy picit több mögöttes tartalomra, egy picit több információra, amit meg is kaptam egyébként ettől a könyvtől, és örülök, hogy megvettem. Ez egy ilyen ébresztő mindannyiunk számára, hogy végestelen végig nem lehet kizsigerelni bolygónkat, nem tehetjük azt meg, hogy lehalásszuk a bálnákat, a halainkat, nem tehetjük meg azt, hogy kivágjuk az esőerdőinket, nem tehetjük meg azt, hogy műanyaggal szennyezzük az egész világot, és ezzel tönkreteszünk élőhelyeket. Úgyhogy elég komoly témát boncolgat, mégis próbálja könnyed és közérthető stílusban ezt átadni. Nekem nagyon tetszett, de megértem azokat, akik azt mondják, hogy ez egy picit föltől elrugaszkodott és naív álláspont, és hogy nem biztos, hogy minden úgy jó, ahogy ő szeretné, hogy legyen, és hogy amit ő előirányoz, az nem biztos, hogy a nagy államok és a felsőbb vezetők is így látják, és bizony a pénz az úr, és hiába vannak neki jó ötletei, jó meglátásai, hogy mit kellene másképp csinálni ahhoz, hogy ne vigyük romlásba a világunkat. Hát ember legyen a talpán, aki fölvállalja azokat a döntéseket, amiket ő itt előirányozna. Nem tudom, ebben nem tudok igazán állást foglalni, én hiszek is neki, meg nyilván nem is, de közben tudom, hogy bizonyos döntések mögött milyen érdekek állhatnak, és kinek milyen érdekei állhatnak, úgyhogy szerintem mindenki olvassa el a könyvet, tegyen egy próbát, és utána vonja le a saját maga következtetéseit. Nekem tetszett, én örülök, hogy ismerhetem így egy picit jobban a munkásságát, mert nem olvastam még tőle ezelőtt, a Molyon 5 csillagot adtam ennek a könyvnek. A következő könyvet egy molyos kihívás kapcsán olvastam el. 2020. augusztus végén keresett meg Ibanez, az egyik moly tag, azzal a kéréssel, hogy csináljuk meg együtt a Páratlan Páros című kihívást, amiben 15-15 könyvet kell elolvasnunk fejenként, és az egyik könyvnek egy közös olvasásnak kell lenni, amit egy azon napon kezdünk el. Úgyhogy januárra beterveztük magunknak, ez volt az utolsó felvonása a kihívásunknak, már mind a kettőnknek megvolt a 14-14 elolvasott könyve, így fél év alatt, és akkor jött a 15-dik, amit közösen olvastunk, ez pedig Szabó Magda Születésnap című könyve, melyben egy 14 éves lány születésnapját és az azt követő fél évet ismerhetjük meg. Egy fejlődés regényről van szó, egy lánynak kell megtapasztalnia azt, hogyha
a kis tündér világából föl kell neki nőnie, és már nem gyerek, hanem felnőtt dolgokat kell megtapasztalnia, akkor az milyen döntésekkel, milyen helyzetekkel járhat, mennyire nem könnyű felnőttnek lenni, holott ő azt hitte, hogy ha betölti a 14 évet, akkor majd ő milyen felnőtt lesz, és majd gyorsan férjhez megy, és majd neki nem kell dolgoznia, és majd ő élheti a boldog életét. Aztán jön egy családi esemény, ami ezt az egész vágyálmát hát elrontja, és keresztül húzza a számításait, és innentől kezdve látjuk azt, hogy hogyan veszi észre a körülötte lévő világot, az embereket, akik eddig próbáltak volna neki irányt mutatni, de ő nem fogadta el, csak ment a saját feje után, hogyan veszi észre, hogy egy milyen összetartó és megtartó közösségnek a része, akikre eddig nem támaszkodott, holott megtehette volna, inkább hátat fordított nekik, és ment a saját feje után, és hogy milyen szerető és óvóféltő család és lakóközösség van a környezetében. Úgyhogy ez egy nagyon szép, nagyon megható kis történet, természetesen boldog véggel, és nagyon vicces az utolsó csattanó mondat, úgyhogy biztos, hogy újra fogom majd olvasni ezt valamikor a jövőben, és örömmel adom majd a gyermekeim kezébe is, mert szerintem ebből nem csak gyerekként, de felnőttként is elég sok mindent megtanulhat az ember. 5 csillagot adtam rá Mojon. Tavaly májusban olvastam el Sándor Erzsi Meddig jössz című kötetét, és utána azonnal megrendeltem a másik két könyvét, a Szegény anyám, ha látnám című kötetet, és az Anyavaja című kötetet. Erről a három Sándor Erzsi könyvről egy külön videóban már beszéltem, úgyhogy nem szeretném szaporítani a szót, ide belinkelem nektek a videót, nézzétek meg, ha még nem láttátok. Imádtam ezt a családtörténetet, 5 csillagot adtam rá Mojon, és biztos, hogy lesz majd, amikor ezt újra fogom olvasni, mert rendkívül szórakoztató és rendkívül jó humorral fűszerezett zsidó családtörténetről van szó. Az utolsó könyv pedig, amit januárban olvastam, a Sylvia Plathtól az Üvegbúra című könyv. Erről a könyvről tavaly májusban hallottam először Edmond csatornáján. Edmond egy havi összegző videóban mesélt erről a könyvről, belinkelem nektek ezt a videót, és rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Ez egy 1966-ban íródott könyv, Sylvia Plath egy költőnő, aki ezt a regényét megírta, és utána nem sokkal öngyilkos lett. A regény egy depressziós és öngyilkosságot megkísérlő nőről szól, akinek a lelki vívódásait követhetjük végig, illetve a mélyrepülését, és aztán talán a boldog vég felé vezető útját. Ez egy klasszikusnak számít, ma már 2003-ban film készült belőle Gwyneth Paltrow főszereplésével, aki egy Oscar és Golden Globe díjas színésznő. Szeretném majd megnézni azt a filmet, hogy picit árnyalódjon az a kép, amit erről a könyvről gondolok. Én 4 csillagot adtam neki Mojon, mert bár a stílusa nagyon szép, nagyon lírai, nagyon szép irodalmi, nem gyakorolt rám olyan mély olyan hatást, és nem tudtam igazán bevonódni a történetbe. Valahogy sokkal lobbat vártam, valahogy olyat vártam, hogy megdöbbenjek, hogy lehidaljak, hogy hátrahőköljek, hogy fölkiáltsak, bármi, hogy többet váltson ki belőlem, és mivel nem váltott ki belőlem ennyit, ezért adtam igazából neki csak 4 csillagot. Örülök, hogy megvettem, imádom a Helikon kiadónak ezeket a zsebkönyveit, jó pár egyébként itt sorakozik a polcomon, és már olvastam is jó párat belőlük, és szeretnék is még. Örülök, hogy elolvastam, de nem hiszem, hogy valaha újra a kezembe venném. Ennyi lett volna ez a januári összegző. Felhívom a figyelmeteket még egyszer az olvaskönyvelem kihívásomra, melyet a moly.hu-n megtaláltok. Én erre a kihívásra már 2 könyvet ki is pipálhatok magamnak, az egyik Szabó Magda, a másik pedig Sylvia Plath könyve volt, úgyhogy már csak 6 könyvet kell július 5-ig elolvasnom, hogy én is megkaphassam a saját plecsnimet. Ha szeretnétek csatlakozni és könyvet nyerni a teljesítéssel, akkor gyertek a moly.hu-ra, az infoboxba leteszem a linkjét ennek a kihívásnak, és csatlakozzatok hozzám. Örülök, hogy ezúttal is itt voltatok könyvelem, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!